trombita egy olyan hangszer, ahol pont, ugye mivel három billentyűje van, ezért ez az egész helyzet, hogy én egy kézzel csinálom a dolgokat, ez így kevésbé hangsúlyos, tehát lehet teljes értékben játszani a trombitán, míg mondjuk más hangszereken ez nagyobb hátrányt jelentett volna. Valahogy így megtaláltam a trombitát, a trombita megtalált engem, és akkor az úgy ez így tart, és akkor szeretem csinálni bolyinak, de hát nem érzem egy nyűknek, hogy trombitálnom kell, hanem majd szeretem, hogy csinálom. A zenekarnak a második lemeze, két és fél három éve van ez a formáció, és 2016. szeptemberében adtuk ki az elsőt, és most 18. márciusában jelent meg ez a Other Than Unusual című lemez, ami bár egy folytatólagos hozzáállása tulajdonképpen így a zeneiségnek az előző lemezhez képest, azért sok mindenben más. Egy ilyen kicsit zenei stílusok határmesdjén mozgó, ilyen zenei kavalkád, kicsit dramaturgia-szerűen, kicsit programzenés, egy kicsit van benne pop, jazz, klasszikus zene. Én már a diplomakoncertemen az akkori eklektik zenekarokban lettem, ami egy kicsit talán szokatlan volt abban a környezetben, mert vittük be rappet, lemezjátszót, szívecselést, diplomosabb dolgokat a jazztászakra, amikor én diplomáztam, és ez volt a diplomazenekarom, Fábia Júlival és Szenával. Valahogy mindig is mindenevő voltam zeneileg, tehát egész iskolától fogva sokféle zenést most hallgatni, nagyon szerettem. Szeretem megtalálni a számomra értékelhető, tetsző dolgokat, akár távolabbi zenei stílusokban is, és általában meg is találom. Zenészként sok vasat kellett üzbe tartani, sok lábon kell állni, ahogy én is elég sok dolgot csinálok párhuzamosan, belefér az időmbe, és valahogy így tudom így feltartani ezt az életet, amit csinálok. Bizonyos körökben rajta vagyok a térképen, bizonyos körökben meg nem. De azon dolgozok, hogy és az, ami igazából ennek a célja, hogy amit csinálunk, azt minél több embernek meg tudjuk mutatni. Tehát van valami, amiben mi hiszünk, amit szeretünk csinálni, és amivel próbálunk közvetíteni valamit, és ezzel minden dolgozunk, hogy minél több felé mutassuk ezt az egészet. És talán azért, mert ez egy instrumentális, szövegmentes környezet, ezért ez talán egy ilyen nemzetközi dolog is.